A következő kísérletben a kálium-nitrát oldódását fogjuk vizsgálni. Ebben az esetben segítségünkre lesz a főzőpohár, ami itt található. Először is beleöntünk 50 köbcenti desztillált vizet. Utána belehelyezzük az alkoholos hőmérőt. Ilyenkor azt tapasztaljuk, hogy a desztillált víz hőmérséklete körülbelül 20-21 Celsius fok, majd belehelyezzük a káliumnitrát vegyületet. Először elkeverjük, hogy feloldódjon a vízben. Ebben az esetben egy körülbelül 4 fokos hűlést tapasztalunk, amelynek oka, hogy a kálium-nitrát oldódása endoterm folyamat, melynek során hőveszteség zajlódik le. Ebben a kísérletben az oldáshő fogalma kerül előtérbe, amely megmutatja, hogy mennyi a hőveszteség, illetve mennyi hő keletkezik az adott vegyület oldásakor.